két olyan szakember írta ezt a könyvet, akik hatalmas tapasztalattal rendelkeznek. Két kifejezéssel lehetne frappánsan összefoglalni, hogy mi jellemzi ezt a könyvet. Nagyon komoly, és egyben nagyon humoros. Rávilágít minket a jellegzetes hibákra, amik akár a munkában, akár a mindennapi életben szembe jöhetnek velünk. Én végig azon gondolkoztam, hogy kiknek kellene odaadnom ezt a könyvet, amikor olvastam, mert minden egyes fejezetben jöttek a gondolatok, hogy kinek lehetne ajánlani, és hát mindenkinek. Arról beszél, hogy figyelj, itt valami nagyon zajlik a világban, és kérdőjelezzél meg magadba szinte mindent, amiből te, mint vezető, a működésedet összeállítod. Ez egy olyan röpirat, amiben csupa olyasmi van, amit aki gyakorló vezető, én azt gondolom, hogy már régóta tud vagy sejt. Csak nem volt PCR-ről beszélni. Szerintem a világ az irányba megy, hogy aki ezt a mitoszt elengedi, és mátran bemeri hozni az érzéseket egy leadership teambe, azok lesznek az egyre inkább sikeres vezetők. Ne féljünk szövetségbe lépni magunkkal, az embereinkkel, a dolgozóinkkal, a munkatársainkkal, a vezetőtársainkkal. Mert a mi életünket teszik jobbá a jó vezetők, és a mi életünket keserítik meg a rossz vezetők. A könyv megvásárolható a könyvesboltokban, vagy keresse a Pallas Athénée Books kiadó webshopjában.